A szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Így kezdődött szombaton az ünnepi szentmise az újvárosi Szent Erzsébet templomban a Betegek Világnapja alkalmából. A misét dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok mutatta be, az egyik főszervező pedig dr. Schmidt Péter gyermekgyógyász, az újvárosi hitélet egyik kiemelkedő alakja volt. Számunkra fontos ez a 30 éves jubilum, 1992-ben, mikor Szent II. János Pál pápa február 11-ét a Betegek Világnapjának nevezte el, országos hagyományként minden évben megtartjuk ezt az ünnepséget, vagy 11-én, vagy ahhoz kapcsolódó hétvégén. Nagyon fontos, hogy valamennyien voltunk betegek, vagyunk betegek, vagy lehetünk betegek, tehát ezen a napon is figyeljünk arra, hogy a rászorulókat segítsük, gondoskodjunk a betegekről, és az a elképzelés, ami annak idején megvalósult 2000-ben, úgy érzem, hogy a mai napig is aktuális. Nagyon fontos, hogy ezen a napon forduljunk a betegek felé, forduljunk a gondozottak és elesettek felé, és az az ünnepi szentmise, ami számukra fontos, és a hívek könyörgésébe megemlékezünk róluk, akár már elhunytakról is, számukra nagyon-nagyon fontos az alapítvány Győrvárosa és a Győr-Moson-Söpron megyei önkormányzat részéről. Ebben az évben kettős jubileumot ünneplünk, a kettős jubileum azt jelenti, hogy tegnap a Csallóközi Bőzsbe volt egy nagyon szép betegnap ünnepség, tehát a 30 éves jubileumot megtettézzük azzal, hogy két helyszínen, tehát Bőzsön és Győrbe, itt a Néputcai Szent Erzsébet templomba tartunk megemlékezést. Második János Pál pápa kezdeményezésére 1992 óta február 11-e a Betegek Világnapja. Az egyház tanítása alapján a világnap célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. Az ünnepi alkalmon dr. Perger Elza és Szeles Szabolcs alpolgármesterek is részt vettek, köszöntő beszédet pedig Széles Sándor kormány megbízott, a megyei kormányhivatal vezetője mondott. 30 éves évforduló, ez egy nagyon érdekes alkalom arra, hogy egy picit tekintsünk vissza. De induljunk ki onnan, hogy az elmúlt 2-3 év mire figyelmeztet bennünket. Mindenki rádöbbent arra, hogy ahogy kanonok úr mondta, hogy érdemes fölfele kapaszkodni, és nem csak fölfele kapaszkodni érdemes, hanem fölfele nézni és fölfele tekinteni. De ha fölfele nézünk, akkor egy kicsit talán érdemes visszatekinteni, mert nem csak az elmúlt 3 év, vagy az elmúlt 30 év volt az, ami figyelmeztetett bennünket arra, hogy a gondolkodás módunkból eredően milyen erős a testünkre, az egészségünkre való hatás, hanem már a Biblia is 3000 évvel ezelőtt. A misén a betegek szent kenetét is felvehették azok, akik előzetesen regisztráltak. Őket dr. Lukácsi Zoltán áldotta meg.